Hagyományos húsvéti menüvel várják a vendégeiket a nagyváradi vendéglátóhelyek. A sebeskörösparti városba érkezők elsősorban az ízletesen elkészített bárányt, a húsvéti sonkát, de a további különlegességeket is keresik. Ebből a sonkából fogunk egy darabot most elkészíteni. Az egyik érmelléki termelőtől beszerzett hagyományos házi recept alapján készült füstölt sonkát szeleteli ennek a nagyváradi csárdának a konyhájában László Zoltán főszakács. Azt mondja, az elsősorban anyaországból érkező vendégek az erdélyi párciumi hagyományos ételeket kedvelik, ezért döntöttek a sonkatál mellett. Téli időszakban, mikor a disznótoros témák vannak, akkor indul el az egész sonkakészítés, és aztán a koratavaszi időszakban, a 40 napos bőjt időszak alatt érlelődik, illetve füstöljük ezt a sonkadarabot, és a húsvétkor kerül legelőször az asztalra. Miután megfőzték a sonkát, főtt tojást, paradicsomot, répát, újhagymát adnak hozzá. A változatos ízvilágot főtt kolbásszal gazdagítják. Az elkészült ínyenséget fatányéron szolgálják fel a vendégek részére. A nagyváradi püspöki palota szomszédságában lévő szálloda konyhájában pedig báránybordát szolgálnak fel a húsvéti menü főfogásaként. Egy előhevített serpenyőben készítik elő, majd 8 percig sütik 180 fokon. Utána a sütőből kivesszük, egy fokhagymás rozsdanos vajban átforgatjuk, hagyjuk pihenni 7-8 percet, és burgonyapürével és páros zöldségekkel tároljuk. Felvágjuk a friss spagettet. Ebben a hangulatos belvárosi kávézóban maguk a tulajdonosok készítenek ízletes szendvicset és finom kávét az idebetérőknek. Ferenc Illa és Pap Dávid a húsvéti ünnepekre menüt is kínál. Az avokádó szendvicset nem egy sima avokádó szendvicsnek fogjuk feltalálni, hanem megfűszerezzük egy kis tojással, ami nagyon-nagyon finomá teszi a szendvicset azoknak, akik egy kicsit húsvétre hangolódnak, illetve valami hasonlóval szeretnék a húsvét reggelt megünnepelni. Ezt kávé különlegességgel kell teszik teljessé, melynek közepébe egy tapsi fülest is rajzolnak a vendégek nagy örömére Nagyváradon. Boldog húsvétot kívánunk!